Az idei első munkaszüneti napunkon már túl vagyunk, január 1-e hétfőre esett. Március 15-e az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe péntekre esik. Ezen a napon nem kell bemenjünk dolgozni. Ez azt is jelenti, hogy az idei évben ez lesz az első háromnapos hosszú hétvégénk. Húsvét idén a március 29-i nagypéntekkel kezdődik, és április 1-jéig húsvét hétfőig tart. Ekkor a legtöbbeknek 4 napig nem kell dolgozniuk. A május 1-i munka ünnepének köszönhetően sokan pihenhetnek szerdán is. Pünkösd 2024-ben 3 napos munkaszüneti időszakot hoz, május 18-a, 19-e és 20-a között. Augusztus 20-a Magyarország nemzeti ünnepe, az államalapítás és az államalapító első István király emlékére kedden lesz. Ekkor szintén 4 napot otthon tartózkodhatunk, 17-től 20-áig. Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének ünnepnapja október 23-a szerdára esik, ekkor sem kell munkával foglalkozniuk a legtöbbeknek. Mindenszentek november 1-ére péntekre esik, így 1-től 3-áig ebben az időszakban is 3 napos hosszú hétvégét töltetünk el. Karácsonykor sokan örülnek majd, hiszen maratoni, 6 napos hosszú hétvégére lehet készülni. Az ünnep első napja szenteste kedd lesz. December 25-e szerda, december 26-a csütörtök, 27-e pedig péntekre esik. Szilveszter 2024-ben kedre, 2025 újévnapja pedig szerdára esik majd. Áthelyezett munkanapok augusztus 3-án, december 7-én és december 14-én szombati napokon lesznek.